Zugló Budapest legzöldebb kerülete, ezért nagyon határozottan megkérjük a kormányt, hogy a rákos rendező kapcsán semmilyen döntést ne hozzon a zuglóiak feje fölött, a zuglóiak megkérdezése nélkül, az önkormányzattal való tárgyalás nélkül. Az elmúlt 10 év arról szólt, hogy a zuglóiak feje fölött újabb és újabb betonmonstrumokat telepítettek. Zugló egyébként zöld és a legkiválóbb Budapest legzöldebb kerületébe. Kezdődött a betonmonstrummal, a Népstadionnal, amely nyilván másképp is el lehetett volna helyezni. Folytatódott a Városliget betonmonstrumaival, amelynek nagy része nem odavaló, és különösen nem odavaló az a folytatás, amit újra és újra belevegtett a kormány, hogy még miket akar odaépíteni. Ugyancsak komoly terhet jelent Zuglónak a kormányzati negyed a Bosnyák tér mellé. Ugyancsak problémát jelent, hogy a rákos rendező, amire évtizedek óta egy zöld fejlesztési potenciálként kerületet tekintett Zugló lakossága, arról most egy mini Dubajt álmodtak oda. Először viccnek tűnt, aztán megjelentek az információk, és úgy tűnik, hogy a kormány ezt is komolyan gondolja. Nagyon határozottan megkérjük a kormányt, hogy a rákos rendező fejlődéséről, fejlesztéséről tárgyaljon az illetékes zuglói önkormányzattal. Nagyon határozottan megkérjük, hogy vesse el azokat a terveket, amelyek megjelentek a sajtóba, és tárgyaljunk érdemben arról, hogy hogyan lehet zöld potenciálú fejlesztési területként tekinteni a rákos rendezőre, és hogyan lehet a közlekedési infrastruktúrát javítani a környéken élők érdekében. És azt is tekintsük át, hogy a környéken élők életminőségét hogyan tudnánk közösen javítani. Ezek azok, amik leginkább meghatározzák az álláspontunkat. Ennek érdekében, hogy a tárgyalások megkezdődhessenek az önkormányzattal, levélben fordulok Lázár János miniszter úrhoz, mert Zuglónak nem mini Dubaj, hanem zöld fejlesztésekre van szükség, és erről viszont szívesen tárgyalunk miniszter úrral, vagy a kormány bármely tagjával. Ennyit szerettem volna elmondani. Más témával kérdezhetünk. Persze. Miket értékeli a holnap tárgyalandó önkormányzati választási rendszer módosítás célzó javaslatot, illetve mit szól a DK ajánlata az a közös listát? Messze menőkig támogatom a közös lista javaslatát. Az MSZP hónapokkal ezelőtt megfogalmazta ugyanezt a gondolatot az Európa Parlamenti lista kapcsán. Egyértelmű kutatások mutatják, hogy 80% fölötti annak az ellenzéki szavazókörében a támogatottsága, hogy az ellenzék ne ossza meg saját magát, hanem induljon közösen. Ez igaz az önkormányzati választásra, ahol ez az új törvénykényszert is jelent ebben. Tehát aki ebből kimarad, az jó eséllyel segíti majd a Fidesz kampányát, bármelyik esetben is van erről szó. Tehát bízom benne, hogy ez meg fog történni. Magáról pedig a törvényjavaslatról csak annyit, hogy még az előző 2014-ben egy ellenkező előjelű módosítás 4 hónappal a választás előtt került elfogadásra, ez most 5 hónappal a választás előtt került benyújtásra, tehát a történelem ismétli önmagát. A Fidesz próbál optimalizálni és próbálja megosztani az ellenzéki pártokat és az ellenzéki szavazókat. Erre pedig egy válasz van, fölvesszük a kesztyűt, és azt a választ adjuk, ami az együttműködés a pártok között, és nem pedig a külön utas politikák, amik semmi, sehova nem vezetnek. Ez egyértelmű bizonyos. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen. Zuglói kérdés. A Zugló Városközpont kapcsán a területfejlesztési megállapodásnak, a megkötésének van-e valamilyen határideje? Elvi határideje nincs. Most holnap erre nem lesz lehetőség a megkötésre. Úgy is terjesztettem be az előterjesztés, egyrészt, hogy a képviselőtestület lássa. Az ajánlattevő egy alacsonyabb ajánlatot tett, mi egy magasabb összeget kértünk. Ezen kívül van egy összességében 8 milliárd forint körüli közfejlesztési csomag, amiben a környező utcák újulnának meg. Azon vita már nincs közöttünk. Azt a szakemberek, igen, de hogy a szakembereink, a fővárosi, a kerületi és a beruházó szakemberei költségére készül majd el ez a beruházás csomag, de ezt a szakemberek leegyeztették a műszaki tartalmat. Tehát ott nem nagyon tudok vitás kérdésről, tehát a faültetések itt bezárlagot, mindent végigbeszéltek. Amiben vita van közöttünk, az általuk megajánlott 2,5 milliárd és az általunk követelt
ezen felüli 3,5 milliárd forint pénzbeli megváltásnak a kérdése. Ebben vitában állunk, illetve néhány apróbb jogi kérdésben. Tervezi az önkormányzat, hogy pert indít, hogyha ezek a vállalatberuházások nem készülnek el? Nyilván, ha a beruházások nem készülnek, akkor természetesen pert indítunk, de ahogy említettem, a legnagyobb beruházásokban nincs véleménykülönbség a felek között, és ezek elvileg megkezdődhetnek. Ennél a Mi Garázs ellentételezéséül ajánlott pénzügyi ellentételezést. Nyilvánvalóan az önkormányzat nem tud területet adni a Mi Garázs építésére belátható időn belül, ezért születhetett ez a vállalkozói vagy beruházói ajánlat, de a lényeg az, hogy a 2006-os előzmény szerződés alapján az önkormányzatnak vannak jogos követelései, amit bírósági úton is be fogunk hajtani, de nyilvánvalóan az önkormányzat, illetve az uglói lakosság érdeke, hogy ne egy 5-6-8 év múlva esedékes távoli per győztesség vagy vereség döntse el, hogy megkapjuk-e azt, ami az uglóiaknak jár, hanem elsődlegesen a tárgyalasztalnál próbáljuk ezt elérni. Egyébként az elmúlt 3-4 év, amióta ezek a tárgyalások az én polgármesteri regnálásom alatt is folynak, hol változó sikerrel és változó intenzitással, azért a Covid ezt is lelassította, az elmúlt években folyamatosan fejlődött és javult az ajánlat. Még nem olyan, amit én szívem szerint el tudnék fogadni, de nagyságrendekkel más, mint ami az eredeti ajánlat volt, és a vetítési alap az maga az előzmény szerződés, mert ha például a bíróságra mennénk, akkor azt tudnánk követelni, mint amit egyébként az előzmény szerződés alapján nekünk jár. Azt lehet tudni, hogy ez a 3,5 milliárd mi alapján lett kiszámolva? Több képviselő is azt állítja, hogy ez méltatlanul alacsony, és hogy ez alapján nem lehet aláírni majd a területfejlesztési megállapodást. Ez egy részben jogi, részben érzelmi kérdés. Az érzelmi kérdésekre nem tudok reagálni, mert nyilvánvalóan lehetne 100 milliárd forintot is kérni egy beruházótól, vélhetően ez nem lenne túl megalapozott egy bírósági eljárásban. Amit mi kérünk és követelünk, összeg, ez a 3,5 milliárd forint, azt gondoljuk, hogy egy bírósági tárgyaláson egy alappal alátámasztott összeg tud lenni. E fölött nem tudjuk megérvelni, ugyanis az önkormányzaton múló kérdésként ennyit tudunk befolyásolni. Két tétel maradt az elmaradó beruházásokban, mind a kettőt az önkormányzat, igen, az egyiket az önkormányzat kérte, a másikat a beruházó a terület hiányában nem tudja megoldani, ez a mélygarázs. Volt még egy patakhíd, ami elmaradó, az egy 35 millió forintos nettó értékű híd, tehát nem egy nagy érték, de nyilván elszámolni el kell vele, és ennek a két tételnek az ellentételezésében kell megállapodni. Erről folyik a vita, hogy mennyit ér nekünk a 400 férőhelyes mélygarázs, és mennyit gondol ezért a vállalkozó. Polgármester részben már beszélt róla, nekünk is elmondaná, hogy mit gondol a listás szavazásnak a tervezetéről. Igen. A listás szavazás az nem más most ebben a verzióban, és nem azért, mert hogy ne lehetne legitim, mert 10 évvel ezelőtt még így szavaztak a budapestiek. Akkor a Fidesz egy választási matematika kedvéért megmódosította 4 hónappal a választások előtt ezt a szisztémát, és egy új rendszerre állított át, erre a polgármester dominálta közgyűlési struktúrára. Most nem azért, mert a demokrácia felfogása megváltozott volna a kormánynak történik a benyújtása, hanem azért, mert szeretné, hogyha az ellenzéket jobban meg tudná osztani. Erre egyetlen egy válasz van, hogy az ellenzék egy közös listán indul, közös jelöltekkel, közös kampánnyal. Ez az egyetlen garanciája annak, hogy ne jöjjön be, úgy tetszik, Orbán Soros terve, mert hogy ez nem más, mint az ellenzék megosztása. De akkor magyarul támogatják is a listát? A közös listát abszolút támogatjuk annyira, hiszen az MSZP már hónapokkal ezelőtt megfogalmazta, hogy az Európa Parlamenti listán, ami ugyanolyan jellegű választás, pont ugyanolyan jellegű választás, mint a fővárosi közgyűlési lesz, ott is közös listán kellene indulni, annak 80%-os fölötti az ellenzéki szavazók között a támogatása. Tehát azt is érdemben az ellenzéki pártoknak újra és újra át kell gondolni, hogy mi szolgálja legjobban az érdeket. Minden elemzés azt mutatja, ha közös listán indul az Európa Parlamenti választáson az ellenzék, akkor jó eséllyel meg tudja verni a Fideszt. Még egy gyors kérdés Zuglóról, nemrégiben talán álmokfutás, lehet, hogy nem mondták, talán álmokfutásnak nevezte a Momentumok utóbbi havi tevékenységét. Most is fenntartja ezt? Őszintén szóval nehéz másként értelmezni, aki választás előtt 5 hónappal hadat üzen a teljes ellenzéknek, és azt mondja, hogy majd ő egyedül mindent megold, de közben meg kéri a támogatását a pártoknak más ügyekben, azt nehéz nem ennek látni.